és ez az egészet felvették, és a netre feladták. Arról meg érdekes. Levegőt! Józsefot. Levegőt! Kramer György vagyok, nyugdíjas. A mai rendezvényt a Veszprém a közoktatási csoport szervezte. A csoport csatlakozott a Noir mozgalom és a Tanítanék mozgalom felhívásához, amely országos demonstrációra hívja a magyarokat. Ebben a pillanatban 16 városban hasonló demonstrációkat tartanak, és köszönjük, hogy eljöttetek. Főszabályként szeretnélek megkérni benneteket, tartsátok tiszteletben az emberi méltóságot. Minden embernek van, joga van a méltósághoz, azoknak az embereknek is van méltóságuk, akik nem értenek velünk egyet, annak is van emberi méltósága, aki tévedésből vagy önös érdekből rossz irányba tereli a dolgokat. Tartsuk ezt tiszteletben, hozzászólásaitokban legyen ez a szemetek előtt. És most az első modult elkezdenénk, fogadjátok szeretettel Király Viktor tanár urat. Hát igen, kicsit olyan szempontból is kínban vagyok, hogy az elképzelés, ahogy elhangzott, az volt, hogy utcafórumra jövünk, beszélgetünk egymással, ehhez képest sikerült úgy berendeznünk itt a terepet, mintha valami okosságokat innen mondani akarnánk, de nem, beszélgetni szeretnénk. A mai beszélgetésünknek az elsődleges apropója az, hogy az eredeti terv az volt, hogy június 1-én lép életbe a státusztörvény, ami ellen gyakorlatilag tiltakozunk főként ezen a mai demonstráción. De azt is fontos elmondani szerintem, hogy ez a tiltakozás, ez nem a státusztörvénnyel vette kezdetét. Ez most már gyakorlatilag egy másfél éves, vagy szinte másfél éves folyamatos tiltakozás sorozat, amiről beszélünk. És hogyha még régebbre tekintünk, akkor legalább 2016 óta újból és újból előkerülnek azok a problémák, azok az ügyek, amik mentén hát mi előlépünk és megfogalmazzuk a dolgainkat. Az lenne az egyik feladatom nekem most, hogy elmondjam, hogy mi az a státusztörvény. Én ezt nem szeretném megtenni, így ebben a formában. Nem is tudnám, mert ez egy nagyon bonyolult, ilyen százoldalas dokumentum ez a státusztörvény. Azért hívják státusztörvénynek, mert az egyik legnyilvánvalóbb része az, hogy megváltoztatja a pedagógusoknak, köznevelésben dolgozó pedagógusok státuszát. Eddig közalkalmazott, vagy most éppen még közalkalmazottak vagyunk, ezután köznevelési foglalkoztatottak lennénk. Ez önmagában nem feltétlenül lenne gond, hogy átnevezik ezt a státuszt, vagy külön emelik a többi közalkalmazottól a köznevelésben dolgozókat. Amit ez lehetővé tesz, az az, hogy a pedagógusokra, illetve akik ebbe a státuszba kerülnek, azokra teljesen külön szabályrendszer jöjjön létre, külön lehessen azt megmondani, hogy milyen jogaik, milyen kötelességeik vannak. Ami viszont már alkalmathat az adott esetben a visszaélésszerű joggyakorlásra, ami szerintünk a státusztörvényben meg is valósul. Érdemes elmondani azt is, hogy a státusztörvény egy válasz. Egy válasz erre a másfél éve tartó tiltakozás sorozatra, amit a kormányzati kommunikáció általában ugye annak minősít, hogy a tanárok keveslik a bérüket és több pénzt akarnak, ezért különböző formában tiltakoznak, sőt a diákokat tolják az utcára, meg maguk előtt, hogy minél nem tudom, gazdagabbak legyenek. Valóban van pénzügyi probléma, ezt egyébként még a kormány is elismeri, hogy van pénzügyi probléma, de a tiltakozás nem erről szól. Nagyon gyorsan megfogalmazott a különböző pontokba szedett ilyen követelések, amiknek a lényeg az volt, hogy az egész köznevelési rendszer
nem jó irányba megy. Nem a 21. század igényeit szolgálja ki. Hogy akik részt vesznek a köznevelésben, vagy a diákok, nem azt kapják, amit kapniuk kellene szerintünk. Hogyha körülnézünk a világban, azt látjuk, hogy egyre jobban lemaradunk. Erről is szólnak, sőt, főként erről szólnak szerintem a tiltakozások. A státusztörvény pedig azt jelzi, hogy ezt a részét a másik fél nemhogy nem hajlandó tudomásul venni, hanem igazándiból büntet ezért. Tehát, hogy ezzel egyértelművé teszi azt, hogy nem kíván változtatni a politikáján, gyakorlatilag nem kíván modern oktatáspolitikát a következő időben sem gyakorolni. Csak egy szolgálati közleményt szeretnék bemondani, hogy nyugodtan szóljon mindenki közbe, így terveztük, jelentkezzen, kivisszük a mikrofont is, és írjatok rá a cédulákra, küldjétek előre, és akkor ki fogjuk hangosítani a gondolatokat. Tehát, hogy szóljatok közbe, mert nem arról szól az egész, hogy mi szavalunk hosszan-hosszan. Jött is két ilyen üzenet, engedjétek meg, hogy beolvassam. Csak művelt nép lehet szabad. Ha egy nép nem művelt, ott csak zsarnokok és szolgák születnek. Köszönjük szépen az üzenet. Hát többes számba volt a kérdés, hogy miért tanítunk. Hát én a csillogó szemekre hajtok. Tehát amikor a gyerek felfedez valamit, és fölcsillan a szeme, ezért érdemes tanítani. Az az ország, amelyik nem becsüli meg tanárait, elveszett. Úgy van. És most szeretnék kérni egy nagy tapsot. Úgy látom, Balaton-Almádi végetáblát tartanak föl. Szolidaritás a Balaton-Almádi. Éljenek a Balaton-Almádi. Jó? Ne. Ha nincs jó állami oktatás, a társadalom mekkora része tudja majd iskoláztatni a gyermekét? Mekkora? Másik üzenet. Épp olyan büszke vagyok a tanáraimra, mint amennyire ők rám. Nagyon szép gondol. Szívből gratulálok az Almádi Gimnázium tantestületének, akik bátran kiálltak kirúgott kollégájuk mellett. Bátran, becsületesen. Becsületesen. Rogoni Éva vagyok, nyugdíjas tanár. Édesanyám 94 éves, tanítónő volt. A testvéreim tanítónők, a lányom tanár, és van 6 unokám, akinek tisztességes tanítást követelek, szabad gondolkodást, nem mechanikus tanítást, és azt, hogy megtanítsák őket gondolkodni, érvelni, mert különben még nagyobb bajban lesz Magyarország. Tegnap a PM miniszter beterjesztette a 2024-es költségvetési törvényt, 20%-ot vettek el az oktatási, az egészségügyi, szociális előirányzatból. 1500 milliárd megy hadászatra. Hogyan fejlődhet így az ország? Akarjátok, hogy egy rendőrtábornok feleljen a közoktatásért? Hogy nem? Nem. Akarjátok az önálló oktatásért felelős minisztériumot? Akkor mondjuk. Akarjuk. Nem vagyok tanárember, csak oktató. Kocogok, lógok, követlen úton, és hogy merre megyek, nem nagyon tudom. És a rossz úton, mert minden ellovan, felüti néha fejét a lovam, és megkérdezi, míg szép szeme kigyúl, hát mi lesz ebből, tekintetes úr? Bravo! Sziasztok, Sós Gergő vagyok, egy művészeti gimnáziumban tanítok,
nem terveztem, hogy tanár leszek, és csak azért szerettem volna felszólalni, hogy a művészeti oktatásról is nagyon töményen, nagyon röviden, de beszéljek. Én is egy adott gimnáziumba jártam, onnan eltanácsoltak, egy magángimnáziumba, Várpalotán a tehetséggondozóba jártam, és később ott is kezdtem el tanítani, egy visszahívásra, úgyhogy nem terveztem, hogy fogok tanítani, és ott az akkori, már nem élő rajztanárom, később kollégám és barátom volt, aki olyan mértékű elfogadást tanúsított irántam, ami úgy gondolom, hogy példaértékű volt, és ezért döntöttem úgy, hogy abba az iskolában, a harmadik Bélában, ahol most tanítok, visszamegyek, hogy azt, ami nálam nem működött, és ami miatt majdnem nagyon más útra tértem, emiatt a diákjaimnak megadjam ezt a lehetőséget, és a kritikai gondolkodásra, az elfogadásra, a kísérletezésre, és hogy a művészeti pályán megmaradni képességük kialakulhasson, mert mindenki tudja, hogy egy úgy szintén a pedagógiában, a közszférában nehéz, a művészeti szférában is. Ráadásul azt a lelki és mentális és morális állapotot, amit mi át akarunk adni a diákoknak, azt én személy szerint úgy érzem, hogy ki akarják rengetni az én kezemből és a diákjaim fejéből, és ebben nem is akarok partner lenni, és el sem akarom fogadni. És megint csak egy személyes kérdés, hogy kérem vissza a filozófia óráimat, szerintem a diákjaim nevében is. Úgyhogy köszönöm. Akarjátok, hogy a központi irányítás alá került iskolák az azokat működtetni képes önkormányzatokhoz visszakerüljenek? Igen! Igen? Átadom a szót. Szervuszok, Rémó vagyok, és nem feltétlenül témába vágó, amit mondani akarok, de azt hiszem, tudok érdekes dolgokat mondani. Jelenleg azért rohadok egy gyárban, mert nem fordítottak elég figyelmet az oktatásomra. Azt hiszem, hát elmondom, amit szeretnék. Szóval ez olyan, hogy vakuljunk meg végre, ahogy kívánja az államérdek. Alacsonyabb villanyszámla, nem kellenek lámpafények. Lecsökkent a rezsim, már 3 év volt gyárban élek. Kimennék melózni, ha már rám sütnék, hogy gyába félek. Bár a lélek bátran égne, bennetek eloltják. Szólj az államfőnek, hogy az emberek nem szolgák. Morzsákat kapunk, ahol maguk tejben mossák. De hogy került a szülőnapi portámra adósság? Nemzet gyereket a nemzet, aki úgy kezdi, hogy vesztett. Lehet itthon közmunkás, vagy vesz szemben kirekeszted. Csezd meg, te cseppelj, a melledet mereszted. Míg az átlag magyar ember remegve vegkereszted. Nem tudja, mi jön holnap, hogy rá cseszni, mitől fognak. Itthon te is egy termék vagy. Fognak és kiklopfolnak. A tettek berrekedtek, de az indulatok fornak, hogyha elég agyad van hozzá, nem ennyit van doktornak. 4,20 lett az euró, az 4 dohányom, dohányra. Mi lesz a magyarokkal, amikor beleszökik a borára? Nem sokára, a sok állat rá fog jönni, mit tett? A nénye keresztet vett, ilyen embert is szerintett? Mindent megtehetnénk, tehát tűnünk. Ki a birka, majd megvárjuk a bűnünk. A sarokban kilapítva, nem csoda. Az oktatási rendszer is tanítja, hogy legalább 3-szor vegyünk ki egyet a titanikra. Később vettük észre, hogy mély víz alatt vagyunk már, és az ellenfélek percek sem izzadt a kapuknál. Ha éles lesz a helyzet, főni pippap katapultál. Kik vagyunk, kurvák, gyerünk talpra, magyar ugrás. Köszönöm. Köszönjük! Azt szeretném mondani, hogy itt ez nem csak rólatok pedagógusokról szól, ugye mindenki tudja, hogy nem csak rólatok, hanem miről? Az én unokáimról lehet, hogy nem élem meg, mire iskolába mennek, de szeretném, hogyha úgy mennének iskolába, úgy tanulnának, hogy most az óvodába viszem őket. Biztonsággal, tudom, hogy az óvónéni mit csinál velük, és tudom, hogy ott van óvónéni. Lehet, hogy meg később nem lesz. Tehát a jövőnkről is van szó, higgyétek el, arról, hogy szabadon gondolkodjunk, szabadon gondolkodjunk arról, hogy mit gondolunk, és merjük már megmondani. Ne arról féljünk, hogy ki menjek, ide, ne menjek, mi lesz velem? Ja, menjen nyugdíjas vagy, menjen nyugodtan, semmi bajod nem lesz. És mi van akkor, még arra is gondolunk, hogy mi van a többi, idézőjelben írtam a kérdésemet ide az elnyomottról. Az elnyomott nem úgy elnyomott, hogy észreveszik, csak ez a másik területek. Vegyük végre, sorba őket. Elkezdtük az orvosokkal, folytattuk az ápolókkal, mi van velük? Mi van velük, ha bemegyek én az kórházban, mi van velük? Alig vannak, megszakadnak, úgy dolgoznak, higgyétek el, látja mindenki, mint ti is, tanárok.
Mi van a tűzoltókkal, akik 65 éves korukban, mint én, még mindig ott másznak fönn a tetőn? Vagy mi van mondjuk azzal, hogy most éppen miről hallunk, hogy megint a védőnő? Átvilágítjuk majd őket? Megnézzük majd? Megnézzük, hogy ki a gyereke, ki a férje, milyen kocsija van, meg egyéb. Hát lássuk meg! Majd meglátják. De mit? Bennünket lássanak meg, hogy itt vagyunk ennyien. Vagy a jövőre is nézzük meg, és minél többen legyünk. Én ennyit akartam mondani, fölírtam a kérdéseket, de hát most elmondtam. A lányom osztálytársainak fele külföldön szeretne tovább tanulni. Azért vagyok itt, hogy ez ne így legyen, szabad egyetemeket, lelkes, jól megfizetett tanárokat akarunk. Szülőként elvárom a tanártól, hogy legyen. Nyilván az államtól. Hát itt tartunk 2023-ban. Sajnálom, hogy én nekem is úgy kell bemutatkoznom, hogy nyugdíjas pedagógus vagyok. Úgy látszik, most a nyugdíjasok sora következik. Én Glasznyi Gyömörei Irén vagyok, és a Vetési Albert Gimnázium igazgató helyettese voltam 23 éven keresztül. Januártól élvezem a nyugdíjas éveket. Azt gondolom, hogy még tudnék mit tenni az iskolába, de ebben a helyzetben nem óhajtottam ott maradni. Engedjétek meg, hogy a 43 éves pedagógus múltamból egy-két gondolatot felidézek. Amikor első éves pedagógus voltam, októberben alá kellett volna írnom egy kollega ellen egy fegyelmi eljárást, nyilatkozatot, miszerint pártfegyelmit fog kapni, olyan mondatok után, ami tökéletesen igaz volt a 80-as években. A 25 tagú tantestületből én voltam az a kis csitri, aki nem írta alá ezt a nyilatkozatot, és mikor kimentem a tanári szobába, akkor mindenki mondta, hogy ez milyen disznóság volt, ez milyen szemétség volt, és akkor megkérdeztem, hogy kedves kollégák, akkor miért írtátok alá? És azt mondták, hogy te könnyen beszélsz, mert évvégén fogad a sátorfádat, és elmész innét. Mi pedagógus kölcsönnel felépített házakban élünk Bakony-Szentlászon, tehát nem tudunk mit tenni. Valóban így lett, évvégén én fogtam a sátorfámat, és eljöttem onnét. És azt gondoltam, hogy majd a pedagógus éveim alatt mindig-mindig jobb lesz. És majd mindig-mindig változik valami, hát millió egy törvénymódosítást megértem, de jobb nem lett. 97-ben, amikor megpályáztam egy igazgatói állást, akkor megkapta egy olyan kollega, aki a tantestület tagja sem volt, és nulla szavazatot kapott, mert hogy akkor még volt szava a tantestületnek, dönthetett, hogy kit akar igazgatónak. Hát úgy gondolták, hogy én legyek, a önkormányzat úgy gondolta, hogy nem. És akkor hazamentem, és a 13 éves lányom olyan mondatokat mondott, amin a mai napig megborzongok. Ott ült a fotelba, apjával együtt, és totálisan kiakadva, ott sírdogált, és mondtam, hogy hát ez volt egy verseny, nem én futottam be, semmi gond. És akkor rám nézett, és azt mondta, hogy de anya, abba a testületben senki nem látta, hogy te hányszor vittél engem a nagymamihoz. Azért, mert te a nemesvámosi gyerekekkel mentél osztálykirándulni, túrázni, versenyre vitted őket, hányszor vittél nyáron a mamihoz hetekre, mert vándortáborban voltál, ilyen táborban voltál, ha nem a maminál voltál, akkor Tócsi tettem, mert apa azt tudott sütni. Úgyhogy, és azt gondoltam ezután, hogy ó, rendszerváltás, és majd minden megváltozik. És sajnos be kell látnom, hogy semmi nem változott meg. Azért vagyok itt minden rendezvényen, amit szerveztek az elmúlt időben is, vagy a jövőben is itt leszek, mert hogy azt gondolom, hogy nincs tovább. Tehát valahol meg kell állítani,
azt a kizsákmányolást, amit a pedagógusokkal tesznek, és nem csak a pénzről van szó. Higgyétek el, hogy akkor, amikor pedagógus lettem, akkor se voltak égbe nyúló fizetéseink, de nem is gondoltam rá, hogy az legyen. Szegény édesanyám azt mondta még a halála előtt, hogy tudod, kislányom, ha tudom, hogy nektek ilyen nehéz a sorotok, nem engedem, hogy pedagógus légy. A lányom azt mondta, hogy nem, szó se róla, hogy pedagógus legyen, és tudom, hogy itt tanár úr is elmondta, hogy azért maradt a pályán, meg azért maradt ebben az országban, mert szereti. Be kell vallanom, hogy 78-ban, 20 évesen lehetőségem lett volna Amerikában kint maradni. Egy percig nem gondolkodtam azon, hogy maradok, hanem visszajöttem. A lányom, aki a Balaton-Almádi gimnáziumban egy olyan felfogású közegben nevelkedett, ahol már minden rendelkezésre áll, hogy európai polgár legyen, ő elhagyta az országot, és most nem azt mondom, hogy örülök, mert hogy nincs mellettem, de örülök, mert látom, hogy minden rendben van vele. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Köszönjük, megkapjon a tanárnőnek. Egy idevágó üzenet érkezett. Jó. Közösség soraiból érkezett. A tanáraimnak köszönhetem, hogy tanár lettem. Hálás vagyok érte. Bravo. És egy másik. Anyukám 2023-ban tanár, meg van írva a sorsom. Bízom benne, hogy nem. A pedagógusok szakszervezete nemrég tartotta a kongresszusát, és ott egy 11 pontban egyeztünk meg. Néhányat kiosztottam, aki tudja, olvassa, a többieknek megpróbálom. Az első pont, hogy a kormány vonja vissza, ne terjessze be a parlamentnek a státusztörvény tervezetét, amely a kormányzati ígéretek ellenére sem adna jobb biztonságot, sőt, az eddigieknél rosszabb feltételek közé kényszeríteni a munkavállalókat, és ez nem teszi vonzóvá a pedagógus pályát. Azt elmondanám, hogy a státusztörvényt, tehát az európai pénzek megkapása, valamint a státusztörvény tervezet és törvényé válásán semmi köze egymáshoz. Nem várja el az Európai Unió, hogy ezt a törvényt beterjeszték. Egyáltalán semmi köze. Akkor is megkaphatnánk a pénzt. A második pont, folytassa munkáját a pedagógusok sztrájkbizottsága, hiszen több mint másfél éve megfogalmazott követelések még mindig nem teljesültek. Harmadik. A PS kongresszusa felszólítja a kormányt, azonnal emelje meg és fizesse ki januárig visszamenőleg a pedagógusok, oktatók emelt bérét. Ha mindez ideig nem volt képes lehívni az uniós pénzt, fizessen az állami költségvetésből. A probléma folyamatos hárítása a kormányzati kommunikációt hatástalanná és hiteltelenné teszi. Negyedik pont. Azonnali 30%-os fizetelmelést minden nevelés, oktatás segítőnek és technikai dolgozóknak. A kormány adjon garanciát a bérek értékállóságának megteremtésére. Ötödik. A kormány és a parlament azonnal vonja vissza az oktatásban dolgozók sztrájkjogát korlátozó döntéseket. Szégyen, hogy Romániában bezárhatnak az iskolák, Magyarországon meg csak akkor zárhat be egy iskola, hogyha a szülők kénytelenek otthon maradni és helyesen vigyáznak a gyerekekre. Borzasztó. Hatos. Haladéktalanul kezdődjön meg az oktatás átfogó reformjának előkészítése a Magyar Tudományos Akadémia a szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával. Készüljön minden képzési formára kiterjedő korszerű 21. századnak megfelelő tanterv, amely a gyermekek, a diákok és a társadalom érdekeit szolgálja. Hetedik. A kormány alakítsa át a pedagógus képzést. Kezdődjenek meg a tárgyalások az egyetemek módszertani szakértők bevonásával, az oktatásban élen járó országok tapasztalatait használjuk fel. 8. A pedagógusok szakszervezete kongresszusa felszólítja a kormányt, hogy az oktatást
egységes, önálló minisztériumba szervezze, amely a köznevelésért, a szakképzésért és a felsőoktatásért is felel. Az oktatás belügyminisztérium alárendelése újabb konfliktusokat gerjesztett. Független oktatás. Köszönjük! Független oktatás. 9. A közoktatásra fordított összeg érje el a mindenkori GDP 6%-át. Jelen pillanatban ez 3%. Se. Kormány fordítson elegendő összeget az oktatásra. Ne veszélyeztesse a társadalom jövőjét. 10. A kormány állítsa vissza a pedagógusok, az oktatásban dolgozók társadalmi presztízsét, amelyet szándékosan alacsonyan tartott bérekkel és méltatlan kommunikációval az elmúlt években tudatosan leépített. 11. A kormány fejezze be a közoktatás további felszabdalását és a pedagógus társadalom megosztását. Állítsa vissza a társadalmi békét a közoktatásban. Tudva. És egy záró közlemény, amit még aláírtunk, és ennek mindenkinek lehetőséget adunk. Ha a kormány nem hoz mielőbb érdemi döntéseket az ország jövőjét meghatározó köznevelés és szakképzés helyzetének javításáról, nem vonja vissza a státusztörvény tervezetét, végső eszközként lehetővé tesszük minden köznevelésben dolgozónak lemondásukat, felmondásukat, helyezzék letétbek. A pedagógusok szakszervezete fővárosi és megyei irodáiban tudják ezt megtenni, és a pedagógusok szakszervezetének a honlapján tudnak erről részletesen tájékozódni. Amikor egy állam nem bízik meg az állampolgáraiban, a fejlesztés helyett az ellenőrzésre megy el a pénz és az energia. És ugye a szakképzésben dolgozókat már régebben átvezették egy hasonló törvény alá, mint ami alá mi fogunk tartozni, egy ilyen vélemény következik. A szakképzésben már átéltük a közalkalmazotti státusz megszüntetését. A hírhasonlák szerint 30%-os béremelést kaptunk. Hát nálunk ennyit senki. Viszont azóta nincs nyilvános bér, úgynevezett alku során állapodhatunk meg abban az összegben, amit a szakképzési centrum egyoldalúan megállapít. Pontszámok alapján, amelyeknek nagyon kevés közük van a tényleges munkához, viszont rengeteg szubjektív elemet tartalmaznak. Fölkonferálnám következő előadókat. Ő diák, Nagy Biancának hívják, és a VSC ipari iskolájának a 11-es tanulója. Hallgassák szeretettel! Először is szeretném megköszönni, hogy ennyien eljöttetek. Most úgy tűnik, mintha az egész város az utcán lenne, és nincs ez másképp az ország más városaiban sem, hiszen a kitűzött cél csak akkor tudjuk elérni, ha összefogunk. Lenne tőletek egy kérésem, hogyha felteszem a kezem, akkor kiabáljátok egyszerre, hogy szabad ország, szabad oktatás, tegyünk egy próbát. Szabad ország, szabad oktatás! Még egyszer! Hangosabban! Szabad ország, szabad oktatás! Belügyminiszter úrnak tisztelettel jelentem, hogy a tanárhiány rohamosan nő. Hiányzik a József Attila, mert az irodalom tanárt kirúgták. Az időjárások akik várhatóan ugyanolyan változékony lesz, mint az iskolában. 18 Celsius fok, ami a fűtéshiány következtében 12 Celsius fokra csökkenhet, így a diákoknak is nehezebben megy a tanulás. Belügyminiszter úrnak tisztelettel jelentem, hogy az iskolai szegregáció az elmúlt napokban újra megnyilvánult, ugyanis a Radnóti Miklós más bánásmódban részesült a származása miatt, a Kölcsei Ferenc a kinézete miatt, a Petőfi Sándor meg azért, mert önálló véleménye van, és önök még mindig nem értik, hogy mire fel ez a nagy szorongás. Szabad ország, szabad oktatás! Belügyminiszter úrnak felhívnám a figyelmét arra, hogy a kirúgott irodalomtanárnak is volt általános elgondolása a helyzetről, aminek a kifejtésétől maguk megfosztották őt. Tudja, a tanároknak is van szívhangja. Esetleg meghallgathatták volna, mielőtt elbocsátották. Szabad ország, szabad oktatás! Belügyminiszter úr, ön szerint ez szabad ország? Szabad oktatásnak minősül az, ha büntetés jár azért, mert egy pedagógus bármilyen formában kritikusan szólal fel a munkakörülményeit illetően? Úgy gondolja, hogy erre az a megoldás, hogy szimplán megfosztják őt ettől a lehetőségtől?
A státusztörvény nem ostobaság. A státusztörvény ostobaság. Nem szentírás. Szabad ország, szabad oktatás! Kurva életben! Belügyminiszter úr, tanulni akarunk. Használható tananyagokra van szükségünk, nem magunkat akarjuk oktatni. Megoldást akarunk a tanárhiányra, figyelmet az oktatásra és élhető körülményeket az iskolákba. Szabadságot akarunk. Szólásjogot. Jogot az önálló vélemény formálására és a kifejtésre a tanárok nevében. De ha más nem is, akkor három a kérés. Legyen folytatás, és legyen... Szabadoktatás! Köszönöm szépen! Még egy üzenet Pintér úrnak a közönség soraiból. Pintér Sándornak, akár mennyire is szeretnéd, a történelemkönyvek nem fognak elfelejteni. És... Jól jön most egy újabb diák, Gesely. Szabad gondolat, szabad oktatás. Változásért küzd az országnyi tömeg. Kérésünk süket fületre talált, ígérő szavakat tett nem követ. Jobbat akarunk, hisz jobb is lehet. Nem adjuk fel, hisz nem is tehetjük. Tanár és diák egyaránt szenved. Egymásért és jövőkért is küzdünk. Sziasztok! Előre is elnézést szeretnék, én nem vagyok Varga Judit, aki tökéletesen játszott a maga biztonságot, aztán nyarra Brüsszelnek, szóval ha esetleg bakit követek el, akkor ez előre is elnézést. Másrészt a másik, amit szeretnék mondani, az az, hogy nem vagyok tanár. De! Pintér Erik Robert vagyok, a Pannon Egyetem Gazdasági Informatikus BSC-s hallgatója. Lehettem volna az. Ugyanis eredetileg azt szerettem volna lenni, viszont amikor a Tatai Református Gimnáziumban felvételiztem, ott kötelező volt a templomba járás. Ennek nyilván eleget is tettem. Ott az egyik tanár kérdezte azt, hogy ne Erik, mi leszel, ha nagy leszel? Mondom, tanár. Kérdezte, micsoda? Mondom, tanár. Micsoda? Kérdezte. Mondom, tanár? Akkor már kérdezve. Mondom, biztos vagy ebben? Kérdezem, hogy miért? És erre egy olyan kérdést tett fel válaszként, ami így hangzott. Szeretnél a gyereket? Mondom, nyilván majd igen. Erre feltette válaszként azt a kérdést, hogy mit fogsz neki mondani akkor, amikor a most már 1000, sok helyen 1200 forintos kilométert nem fogod tudni megvenni neki tanári bérből. Ekkor döntöttem el azt, hogy gazdasági informatikus leszek. A másik, tegye fel a kezét, legyen szíves, az, aki tanárként vagy, tök mindegy, hogy nyugdíjas, és tök mindegy, hogy nem nyugdíjas. Egy tapsot szeretnék neki kérni. A Balaton almád is táblát legyünk szívesek egy kicsit feljebb emelni. Jézus, ki fog minket tanítani, hogyha kirúgják az összes tanárt? Szóval, hogy mondtam, Péter Erik vagyok, a Pannon Egyetem gazdasági informatikus hallgatója. A tanároknak a modellváltásra, amit egyébként a pannonosokon is keresztül vertek, nagyon hajban nincsenek túlzottan pozitív véleménye. Tudomásom szerint a mi iskolánkból 2 tanár fogja elhagyni a pályáját az év végén. Molnár Benorika tanárnő és Sebestyén Péter tanár úr. Mind a kettőjüket tisztelem, nagyon jókat hallok róluk, és sajnálom, hogy ehhez kellett folyamodniuk. További sok sikert kívánok nekik az életben. Köszönöm a figyelmet! Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy ideálljak és beszéljek. De arra jutottam, hogy nem szeretnék azok közé, az emberek közé tartozni, akik mindig dörmögnek, panaszkodnak, és nem mondják el a véleményüket. Engem egész életemben arra neveltek, hogy ne szólj szám, nem fáj fejem. De ez a helyzet, ami ma itt megy az oktatásban, ez kritikus.
annyira rossz látni nekem azt, hogy minden barátom, akiben ott van rengeteg potenciál, külföldre szeretne menni. Vagy hogyha azt hallom, hogy tanárnak szeretnék menni, de nem megyek, mert hülye lennék. Én magam történelem angol szakra jelentkeztem. És akárhányszor ezt elmondom bárkinek, megkérdezik, hogy hülye vagy. És az a szomorú, hogy igazuk van, mert jelenleg, ha visszamegyek nyáron a McDonald'sba, 300 ezer forintot hazaviszek, hogyha délutános műszakba megyek. Komolyan ezt akarom? Őszintén elgondolkodtam azon, hogy nekem ez kell. Maga az egész rendszer, amit ez a kormány csinál az oktatással, ehhez nem kell tehetség. Ezt a piacon lévő Marika néni meg tudja csinálni, ami itt folyik. Olyan emberek kellenek ide, akik láttak már gyereket. Mert konkrétan néha komolyan azt érzem, hogy akik ott ülnek, most nézegetem a megoldókulcsokat, most érettségiztem, egy gyerek ilyet nem ír le, amit ezek gondolnak. És hogyha ezek az emberek írják a tankönyveinket, akkor mit gondolnak, hogyan tanuljunk belőle? Hát komolyan mondom. Végezetül annyit szeretnék mondani. Én utam során rengeteg kiváló pedagógussal találkoztam, és szomorúan hallom azt, hogy mindegyik el szeretne menni. Rossz azt látni, hogy egyesek még külföldön azon gondolkodnak, milyen Ferrarit vegyenek, itt azon gondolkodnak, hogy melyik az olcsóbb szalámi, a Lidlis vagy a Penis. És azt szeretném, hogyha a tanárok, akik engem tanítottak, jelenleg itt van közülük kettő tudomásom szerint, mindegyik kiváló ember, azt szeretném, hogy az álmainak éljenek. És ne kelljen azt hallanom fehérvári matek tanár ismerősömtől, hogy egész életében ezért küzdött, esti iskolába járt, hogy megtegye, hogy elérje az álmát, és hogy most, hogy elérte, gondolkodik azon bármi, ami más, mert mindenhol jobban jár. És ez már nem csak a pénzről szól, arról is, hogy mennyire vannak megbecsülve. Tehát konkrétan nekünk gyerekeknek is oda kell figyelnünk arra, hogy legalább azt a kis reményt, amit mi tudunk adni a tanárainknak, megadjuk. Lehet még naposztokat beszélni, mert ez egy olyan téma, de az idő hiányában akkor ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Én hiszem, hogy lesz ez még így sem. Azért tudtam felmondani a tanárom neveit, ugyanis úgy gondolom, hogy minden egyes ember, fiatal, felnőtt, gyerek életében a tanáraik a legmeghatározóbbak. Hiszen velük vagyunk minden egyes nap, minden egyes délelőtt, délután az oviban, akárki megkérdezi, kivel találkoztál, nagy valószínűséggel a pedagógusaink voltak. El vagyok érzékenyülve, most vettem észre, hogy jelen van egyetemista lányom, volt osztályfőnöke. Köszönök mindent, Tamásnak. Látjátok, amit én látok? Fogadjuk a születetet a Tamási Képenyőr Gimnázium tüzetségétől. És kollégiumban érkeztünk, és megengeditek nekünk, akkor felolvasnánk azt a nyilatkozatot így közösen, amit a hétvégén együtt fogalmaztunk annak hatására, hogy az egyik kollégánkat elbocsájtották, ezt valószínűleg sokan hallottátok. Fogadjátok szeretettel! Nyilatkozat, melyet a Magyar Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium tantestületének alulírt tagjai teszünk a nyilvánosság előtt. Az iskolánkban tanított történelem és állampolgári ismeretek, illetve elkölcstan és etikaszakos kollégánk minősítésének és munkaviszony megszűnésének ügyében. Kollégánk fiatal kora ellenére, mint szakmailag, mint emberileg kiváló teljesítményt nyújt intézményünkben. Lelkiismeretesen oktat, diákjai precízen és megbízhatóan készíti fel az érettségire, az alsóbb évesekkel megszeretteti tantárgyát, a diákok sok esetben az ő órái miatt választják a történelem emelt szintű tanulását, a 11 és 12. évfolyamon. Munkaközösségének is lelkes, megbízható tagja, munkaközösség vezetője pozitívan értékeli szakmai tevékenységét. Sajnálattal értesültünk arról, hogy a fentiek ellenére
minősítő vizsgáló sikertelensége miatt munkaviszonya megszűnik. Ez szakmai aggályokat vet fel bennünk a minősítési rendszer megfelelő kidolgozottságával, mérési objektivitásával kapcsolatban, és örömmel vennék a minősítési rendszer általános szakmai felülvizsgálatát. Mindazonáltal bízunk abban, hogy a vonatkozó jogszabály által előírt rendelkezések által biztosított lehetőség alapján új munkaviszony létesítésével intézményünkben folytatja munkáját. A vonatkozó kormányrendelet alapján kiállunk amellett, hogy kollégánk új munkaviszonyt létesítessen a tankerületnél a jogszabály által lehetővé tett legkorábbi időpontban, és újra iskolán dolgozója legyen. Szeretnénk, hogy óraadóként a tanév végéig továbbra is elláthassa korábbi feladatait, hiszen több csoport szaktanár nélkül maradna nélküle, illetőleg szakmailag megalapozottnak látjuk, és támogatjuk, hogy a szóbeli érettségiket diákjai nála tegyék le. Balaton Almádi, 2023. május 29. Szeretnék felolvasni a aláírónak a nevét is, azért, mert nagyon szomorú, de az utóbb a propagandával kellett összeszednünk a tanárokat, hogy ki az, aki aláírja a cseh. Úgyhogy az borzasztó szomorú. Előtt felolvasok nektek egy mondatot. Budóra, Sámmeskő, Dáki Vász Ázmes, Mikrocse Gyöngyi, Ferenci Szabó Kalliópé, Gerhard Zoltánné, Gőg Ágnes, Herceg Tamás, Kanyó Péter, Kelemen Marcell, Kis Beáta, Kovács Nikol, Koka Ronikó, Maud Rudolf, Pálné Gáspár Emília, Pászi Gabriella, Pap Bermede, Popovics Éva, Rehár Zsuzsanna, Tarnóci Áron és Zsivák Borbála. Egyértelműségi szempontot szeretnék még ajánlani, hogy borzasztó nehéz volt tanárként megélni azt, hogy nincs fölöttünk még egy olyan védőernyő sem, amit a vezetőségünk jelentene, és ez egy ki a következő. És még egy kis színest a végére hadd mondjak el, a tankerületnek is elküldtük ezt a levelet ma. Én akartam postázni, de mivel június 1-e van, azért mínusz 1000 forint volt a számlámon. Úgyhogy a kolléganőm adott nekem 1000 forintot, hogy fel tudjam adni tértivevényesen a levelet, viszont 1110 forintba került, és a postán a hölgy, amikor megnézte a borítékot, így nézi a címzést, és azt mondja, ezen nem olyan kifizetem magának. Homerli Csengel vagyok, Alavasi László gimnázium tanulója, és én nagyon-nagyon hálás vagyok minden tanáromnak, és nem csak az én tanáraimnak, akik minden nap tanítanak engem, és igen, hanem minden tanárnak. És kiskoromban én is tanár szerettem volna lenni. És most azt szeretném mondani mindenkinek, hogy ne hagyjuk, hogy elvegyék a tanárainkat, és egy buta, manipulatív tömegként irányíthatóak legyünk, mert ezt akarják elérni. És én ez ellen én is szeretném tenni, és ezért gondoltam, hogy most így felszólalok még a... Nem is írtam a szavagot. Köszönöm szépen. Köszönöm minden tanulmányt, és annak, hogy a tanulmányt köszönöm. Csónakos, itt leszek. Barabás, itt leszek. Nemecsek, itt leszek. Leszik, itt leszek. Richter, itt leszek. Weiss, itt leszek. Csele, itt leszek. Kolnai, itt leszek. Boka, itt leszek. Hey, 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 hey